Kedves tanítónéni, szülők, gyerekek! Azért gyűltünk össze, hogy megemlékezzünk arról a három évről, amit Maria nénivel töltöttünk. Kedves barátaim, megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem azt, hogy lehetővé tetted a próbákat, és segítségünkre voltál abban, hogy ez a kis műsor létrejöhessen. Kedves Maria néni, a harmadik A-osztály szülői közössége az alábbi gondolatokkal búcsúzik tőled. Keres olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó. Szól az arab filozófus mondása. Marian, mi megtaláltuk ezt a mestert. Megtaláltunk téged gyermekeinknek. Szellemi tudásod mellett a szívedet is adtad. Megtanítottad őket írásra, olvasásra, szívbéli jóságra. A mindennapokban példaként álltál előtt. Nem törődtél a sok fogáccal, a kellemetlen fárasztó pillanatokkal, csak kitartóan illanáltál és szerettél. Egy gyermek tanításában és nevelésében három fontos személy van. Az apa, az anya és a tanító. A tanító, aki elveti a magot egy kisgyermekbe, aki megadja az alapokat a jövőre nézve, aki megszereteti a betűket, aki mesélve tanít, akire minden diák emlékszik felnőtt korában, az első tanítóra. Az elvetett magból az évek, évtizedek folyamán termés lesz. Ez a termés pedig nem más, mint a tudás és az értelem. Nehéz küldetést vállaltál nagy felelősséggel, és ezért mi köszönettel tartozunk. Köszönjük, hogy nevelted, tanítottad gyermekeinket, hogy véleményeket eloszlattad, hogy megvigasztaltad őket, ha szomorúak voltak. Köszönjük, hogy önzetlenül csak érzettél, mindig mosolygósan, bölcs cselekedetekkel. Köszönjük, Maria, hogy példa voltál. Isten éltesse nem csak a búcsú alkalmából, hanem az év 365 napján. Most pedig fogadj szeretettel az osztály kis műsorát. Jankovics Ferenc tanítónak, mi már tőled sokat kaptunk, de tőlem te keveset, az arcodból lehangolva, sugárjuk a szeretetet. Fogad tőlünk ezt a csapat, mint között a szeretet, hála-hála mindig hála jó tanítónak. Rakam Gyurabás búcsúzás, édes Rámény, elkérdés a kárunk, egy-két nap és már előtt, más osztályba járunk. Állással köszönjük minden jó beszélbe, mert tudjuk a sok kérdés iskolás emlékeket. Azokat se, akik velünk foglalkoztak, és értünk annyi, fáradtságos áldozatot hoztak. Édes tanárnéni, felszérjünk itt már, mert ez a kívülságot vett, szeretetet alatt. Szép világcsapjónak köszön minden szála, nem fáradtál annyit, és közben hiába. Könyveink térképen becsukulnak rendben, és megtelkezéteik beszélnek helyettem. Hófehér lapjukon betűk sokasodnak, mint nem tudtam tegnap, megtanulom holnap. Oktattál, neveltél, oly türelmes voltál, s velem együtt köszön, lásd az egész osztályt. Tanulmények, távolulnak messze kerülnek a évek, a diák szemek a távolba visszanéznek. Búcsúzzunk egy talat tőle, kinapjainkat oktat, védet. Fogtak kezéket, ha kellett, válunkról levetett a terhet, nem csak tanárban, hanem barát. Ki megérti a diák baját. Ma még együtt vagyunk, ma még itt vagy velünk, de holnaptól már távol leszünk. Múlnak a napok, múlnak a percek, akik távol vannak, sem feledünk.
A homokórában peregnek a percek, a diákezek messziről integetnek. Az emléked itt marad velünk, hisz a kellett mindig küzdöttél velünk. Hibáinkat javítottad, nézeteink mindig óvtad. E dalban köszönünk meg mindent, a homokszemek őrzik emlékeinket. Ma még együtt vagyunk, ma még itt vagy velünk, de holnaptól már távol leszünk. Múlnak a napok, múlnak a percek, de kik távol vannak, sem felelünk. Mondj, emlékszel régi tanítóra, ki egykor a kezedet fogta? Ki tanított szépen jóra, ki az útra valót a tarizsnyák alatta? Ki megtanított a betűzetésre, a számok rejtelmére, az olvasás szépségére, a természet megbecsülésére, mondd el szemére. Ne feledd a tőle kapott indelmeket, s ha meglátod, mikor feléd közlek, soha ne fordítsd el a fejedet. Ő tanított betűtőre, fogtál kezelem, így biztatott ma, hogy velem, ügyes, hogy ez meg neked. Mosolyával simogató, kicsit kedves szóval, ha valami rosszat tettünk, de elég volt és sóhaj. Ha az utcán átsétáltunk, kézen fogva vezetett, ha valamit megkérdeztünk, már is jött a felelet. Mesét mondott dalod nékünk kedves csengő hangon, vígdalait azóta is, ma is szinte hallom. Egyes világ elmond mindent, amit én csak érzek, az elrepő dolgos évet így köszönöm én meg. De veres hajzám, ha búzunk tanáromtól, egy szokor rózsával köszöntelek téged, hogy erről a napról legyen szép emléked. Mert a kis csokornak minden egyes szála, egy-egy elsuhanó esztendő virága. Az első rózsával azt kívánom néked, értesen az Isten nagyon soká téged. A második virág a szeretet szava, hisz te voltál mindig a szeretet maga. A jóság virága a harmadik rózsa. Sok kedves gyermeket beszélhetne róla. Kiket féltől gondol vigyáztál, neveltél, kiket jó szíveddel, oly nagyon szerettél. Utolsónak maradt szívemben a hála, az én köszönetem legszebbik virága. Kis sokarba kötve átadom most néked, fogad szeretettel legyen az emlék. Thank you.
És kötöttük egy csokorba, mint egy virágcsokot, hogy ha szeretnél rájuk visszaemlékezni, bár nem néz túl messze, mert csak ide néz a szomszédba, hát akkor lapozgass nyugodtan, és gondolj el, hogy szívből készített fog neked nagyon sok szeretettel. És szülők nevében nagyon sok szeretettel. Ez szerintem nem így van. Igyekszem, de... Dehogy nem. Elnézést kérek. Számítottam én erre, hogy így fogok tenni, de ennyire mégsem. Pedig igyekeztem kibírni. Hát, én úgy gondolom, hogy én meg különösebben nem köszöngetek el senkitől. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm azért ezt a gyönyörű műsort, és nektek ezt a 3 évet, és a szülőknek is. A segítséget, a hozzáállást, ahogy támogattak 3 éven keresztül engem, illetve minket, és a gyerekeket. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy néhány ajtóban odébb leszek, én a félkezüket még ugyanúgy fogni fogom. És elmondtam már nekik, hogy ha bármi van, itt vagyok, jöhetnek bármikor. És én kívánok nektek majd, és tudom, hogy lesz egy legalább ilyen jó tanítónéni, mint én. És én úgy gondolom, hogy még ha nehéz is elválni, gondoljunk arra, hogy ez a 3 év is nekem nagy ajándék volt, és veletek voltam. Sajnálom, hogy csak 3 év. És nem is fogok senkit elfelejteni. Sírni meg nem kell. És kívánom nektek, hogy jövőre is a szülők is találják meg
a következő tanítónéniben, Nóra néni mellett azt a segítséget és azt a támogatást, amit én igyekeztem megadni. És nektek pedig majd azt kívánom, hogy maradjatok ugyanilyen aranyosak, kedvesek, lelkesek, szépek, sorolhatnám testik, hogy milyenek. Mindenki marad olyanoknak, amilyen most. És nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek. És azért, hogy a sírás el legyen felejtve, egy kicsit gondoltam rátok is, és ha a szifogást befejezte mindenki, akkor hozok néhány falat kis nasit nektek. Jó? Meg egy kis innivalót, mert igen, meleg van itt. Nem megvan? Na, vigyorogjon mindenki egy kicsit. Ez így szóra. Egy perc türelmet kérek. Nagyon szépen köszönöm. Segítetek nekem annyival, és jöttek, és akkor utána. Thank you.
Itt van a focis, hogy jó, hogy a család.